Tehát, az, hogy kezdésed előfordul, hogy véletlenül elrobbant. Hát elméletileg azért headshot-tal kell kivégezni sokkal valóban. Vegyél sütit! A fordítás, fordítók kaptuk, de ez a minimum, hogy... Azért még írt alá, hogy nehezebb egyébként. Kinek köszönhetjük? Olvashatóan? Mindenkit kiírtottak. Nem hagyom, ez nem hagyom hajó. A frontoló, csaták után. Tehát hogy hívták? A Cortez. A Cortez ott szolgált. Aztán milyen kapcsolatban van? Milyen kapcsolatban áll Vív és Rex? Pontosabban féltestvérek, de nem fogom ezt már. A koreográfnál mindenkivel vagy. Bónusz kérdés. Miután nem veszik el a gyerekeiket? A kiderül kiolvasta a fórumot. Kik a valahol? Igen, a program miután nevezik el a gyerekeket. Bebasztak, és aztán ami a hang kijön, ami hasonlít egy névre, azt nevet adják. Igen. Köszönjük, hogy nem tudom, hogy szerintem meg tudom, hogy szerintem. Amelyik köszönjük, hogy hasonlít egy névre, aki ott az operációs centernél a vizsgáló kapunál álltak. Kávét főzni! Az eredeti feladat miatt a normali elindult volna. Campbell és Westmoreland közlegények. Nem? Kávét főzni. Kellett őrizniük. Mert ugyanis Eddie csak a Jokerrel volt hajlandó dolgozni. Veletek még beszélget. Még mindig kell kamerázni. Átadom neked. Már lassan lepasztoljuk, add át neked. Mondták, átadom, mert nem jól föl. Nagyon akarom. Nagyon köszönöm. Jó, oké, rendben van, akkor még kérdezzünk. Mit kérdezzünk? Mit kérdezzünk? Valami Mass Effect 2-es kérdést kérdezzünk. Hát vagy kőpapírolló és zavar itt. Kőpapírolló, smoking ember. Na? Ja, igen, smoking ember. Na, szóval legyen variáns kérdés. Legyen. Ez esetleg az Einbucher bázisából valamelyik ilyen, valamelyik titkos anyag. Mi? Dokumentum. Az Einbuchernek voltak azok a igen. Cuccai. És nem emlékszem egyre sem.
Melyik őtök nem játszott az Iron Brokeres DLC-vel a kettőből? Jane of the Shadow Broker. Akkor úgy nem fel abból kérdezni. Ki játszott az Iron Lab? Ki játszott az Arrival DLC-vel, az étkezéssel? Azt tudjuk, hogy elég jó mérd volt N7 Panzer? Aha. Akkor kérdezzük meg. Jó, oké. Miért hordott Légió N7-es páncél darabokat? Ott volt. A Lego Andorrandiában találták meg. Te vagy a... Gábor. Csarnai. Jó? Gábor. Az. De akkor ezt ki is reszetelem. Jó, oké, rendben van. Vagyis melyik sorozatban játszott Edi karaktere? Igen. Te vagy a Csaba? Csarnai. Melyik híres Martin Sheen az Illusive Man? Híres vietnámi filmben játszott, fiatalon. Nem, apokalipszis. Pontos. És csak nem megnéztem a szakaszt. Amúgy, ezt át illene tudni, Martin Sheen akkor nagyon fiatal volt. Én egyszerűen emlékszem, hogy az elnök, hogy mivel játszott én sorozatban, hogy amerikai elnök. Az is a West Wing. Abba is játszott, viszont ha megnézzük Martin Sheen fiatalon és Charlie Sheen fiatalon, nem lehet megkülönböztetni őket. Legyen még ilyen színészes kérdés. Freddie Prinze Jr. milyen vadászpilótás science fictionben játszott? X-Wing. Mi? X-Wing. Nem. Várjál. Wing Commander. Az. Mi? Csak a Wing azt mondtam, hogy... Nem kellett volna kitörölnöm. Ki alakította Arya hangját? Ki alakította Arya-t? A szereplő abban a filmben lévő szereplő nevét is elfogadjuk. Erős, elég fia neve van. Nem játszok, az a baj. Tudom. Mondanom? Melyik filmben játszott? Ott mi volt a neve? Akkor azt mond. Hát X-ban játszott. Igen, de már nem mondtam. Nagyon láthatjuk. Nem szeretem beszélni. Nem fogjuk. Hazudik. Olyan sok kérdés van még, de... Ez egy bejaveres kérdés lesz. Ki? Ez nagyon egyszerű, szimpla. Ki volt a bejavernek a két fő tulajdonosa? Ott van egy jelentő. Dr. Ray. Mizuki. Mizuki, vagy Muziaki. Jó, igen. Greg, Zucker, Zwicker. A Zuckerberg, a Facebook az nem. Gyereke, csak a Muziaki van meg. Akár most is adhatunk a jelenleg járás szerint. Nem, és a 6. kérdésre járunk. 3-2, Csarnai és Gábor között. Lássuk csak! A Mass Effect 1-es csorakszodulyás főnök, aki vezette a boltot, Fisz. Itt, hogyha túléli az első részt, akkor hol találkozunk vele újra?
Effect 1-ben Kora Oduját vezető Fist, és ha túléli az első részt, ha nem ölöd meg, akkor hol találkozunk vele újra? Közkedvelt kvári romantikus drámának. Ezt én is tudom. Csomószor elhangzik. Csomószor elhangzik. Free Tense Attila. Na jó,
akkor szerintem zárjuk, hogy le tudjuk zárni, vagy most volt az. Nem tudjuk, mert versenyünk van. Mondom, berobunk abba egy pontot és megkapja. Nem. Erről nem tud még valamit elcsenni? Nem. Miért nem? Szerintem majd kérdésre. Hogy hitták azt az orvost, aki kerülsz az egyben? Azt én sem tudom. De hát, ha valaki tudja. Nem emlékszem, nem. Dr. Szél. Vagy Dr. Hart, hogy hitták később. Nem? Nem ugrik be? Mi volt a neve? Dr. Szélen, de igazából Dr. Hartra. Ez jó, ez jó. Egyszerűbb egy dolog. Kayleigh Sanders karaktere. Miben szerepelt még? Ott a pont. Miben? Vitte! Nem, hát ne egyszerűsített. Gratulálunk! Várjál! Válaszik észre! Gábor! Ez a vettesek közül. Gyükös! Jó? Jó, oké. Hát, köztetek! Cuki, kinek te Star Wars follow-t kaptok? Legalább jó lesz. Elles? Valakinek? Még van, nem tudom. Figyeljétek! Három. Végre sikerült három pontot összeszedni, az egy kis kevés van a nem. Azért. Igen. Gábor kapott egy pontot, ezért kap egy bögrét. Villám. Neki is volt az három pontja végre. Jó, ügyvédem leszem az ekrányon. Kifújtunk. És végül az utolsó kérdés eleménye egy szatyor. Az utolsó kérdése, megnyerhetitek a megérintett szatyrot. Meg is nyálod. Ott a DNS. Oké, na mi a kérdés? Na, neki kell. Nekem kell mindegy, nem adom. Legyen egy kérdés. Szabad választás alapján, mert ugyanis még egyet kaptunk, úgymond ajándékba. Ott volt az a jó volt az a kérdés, nem is. Igen, kitüldözött Garusz a Meszpek második részében. Az orvos. Nem doktor Ulitő. Van egy álneve és egy igazi neve, és mindkettőt elfogadjuk. Ugye arra használtad az alanyait, hogy bennük növesszen ki szerveket, amiket aztán elad. Doktor Szíven. Volt ott némi segítség. Akkor ő nyerte. Ő adta a kérdést. Na? Legyen egy másik, amire mi is tudjuk a választ. Jó. Én tudtam erre a választ, amit, hogy mivel meg... Jól tudta? Volt némi segítség. Azt nem fogadjuk el. Akkor ő nyerte. Segítség. Én voltam benne, hogy ez egy szóra. Ő találta ki a kérdést, úgyhogy... Jó. Fölteszek inkább egy új kérdést, mert ez nem volt egyértelmű. Mit árusít a Mass Effect.hu webshop? Az ötös bólókat, több cédulát, könyvet, bólót, szatyrot, magát a játékot, kólát. Azt tegye fel a kezét, aki egyszerre el tudja sorolni. Ki a Mass Effect fordítás lektora? Nem. Ti. Ő. Nem. Ő. Én. Igen, ő. Servus! Új lektorod!
Nincsen forró látogatónk, úgy néz ki. Ez már közösségi téma. Jó, kérdés, ki akarja elvinni azt a rohadt újságot? Ott volt az első! Na, válasz egyet! Melyik fiad? Melyik ez a jobb játék? Nem tudom, nehéz a tényleg. Figyelembe a teljes játék. Jó, hogy ezért öltettem magam a három pontért. Elkezdett 12-es, jobban tetszik. Én nem kaphatok kólát? Az enyém. Ott a dobozol, Sprangon. Hány éves is vagy? 18. Mutasd a személyét. Otthon hagytam. Hát nézd meg a nevem, ilyen névvel, ilyen névvel. Sörös Csaba, ilyen nevem van. Mutatunk személyét. Kettőt is mutatom. De nem személyét. Nekem névre szóló. Alkoholt nem osztunk. Azt nem. És ki is voltunk az alkoholmentesből sajnos. De nekem névre szóló. A sör. Sörök Csaba vagyok. A sörös alkoholista. Névre szóló ajándék és nem adják meg. Nem tudunk mást adni, sajnálom gyerekek. Egészen az eset. Jó, addig én ezt akkor el is állítom. De mi van az eset? Nem fogom venni valamit? Az meg már privát, az már saját. Ez így már saját. Na, addig én leállítom a felvételt. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a fotót is. Szavaztok! Annyit még elárulok, hogy amit mutattunk, abból csinálunk majd egy ilyen meszemek történelmes kis videócskát. Társítjuk a képmellé. Na, köszönjük, sziasztok!